pontosan lehet találkozni olyan madarakkal, amelyek itt maradnak télen. Ennek általában egyéni oka van, tehát nem lehet egy ilyen tendenciát felfedezni, hogy csoportosan vagy tömegével, családostul mondjuk itt maradnának a gólyák, hanem általában valamilyen gond miatt maradnak ők itt, tehát például megsérültek, vagy nagyon gyengék lettek volna akkor, amikor el kellett volna menniük. Nekik például nagyon fontos a felfelé áramló meleg levegő, az az úgynevezett termékjelenség. Ez augusztus végén van, ezért ők augusztus végén elmennek. Ha nem tudnak később elmenni, akkor előfordul, hogy itt maradnak már. De különböző madaraknál különböző stratégiákat lehet megfigyelni. Tehát vannak olyan fajok, amelyek alkalmazkodnak a városi környezethez, például ahhoz, hogy nagyon sok cserjét telepítenek a városokba, és ebből adódott az, hogy például a fekete rigó hosszú évtizedek során egyre inkább itt maradt, és most már a fekete rigó állománynak a döntő többsége itt marad. Néhány madár mindig megkísérli, hogy áttelel. Ez lehet egy akár kisebb madár, mint egy barátposzáta, vagy egy cigánycsuk. Ezek hajlamosak rá, hogy itt maradnak, megpróbálják átvészelni így a telet. Van, amikor sikerül nekik, van, amikor nem. Tehát, hogyha a madár ilyenkor elpusztul, főleg egy ilyen kisebb madár, általában meg se találjuk, vagy egy ragadozó zsákmányává válik, és fel se tűnik. Ha sikerül nekik átvészelni a telet, akkor viszont lehet, hogy ők egy kicsit előnyben lesznek a többivel szemben. Tehát ez lehet egy hosszabb távú stratégia is a madaraknál, hogyha lehetne egy ilyen tendenciát kimutatni, hogy mondjuk egyre több barát kamarad itt télen, ennek mondjuk lehetne az az oka, hogy esetleg egyre melegebbek a telek, de egyelőre ilyet nem lehet tapasztalni.